Somogyban töltöttünk egy telet, és új barátokra tettünk szert. Őket szeretnénk most bemutatni, mert lehet, hogy sokan nem ismerik eléggé ezt a fajt. A borz rendkívül tiszta állat. Rendszeresen takarítják a borzvárat, igazítják, csinosítják, karbantartják, és friss almot hordanak a kamrákba. Gyakran tisztogatják egymást fogaik és karmaik segítségével. Különféle hangokkal kommunikálnak. Ha veszélyben érzik magukat, mély hangon morognak. Verekedés közben pedig éles, nyekergő hangokat hallatnak. Ha valami meglepődnek, vakkantanak, játék közben nyihognak. Néha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy egyesek szeretnék. Persze, ha rászólnak, azért elszégyeli magát. Személyiségükben hamar kiütköznek a különbségek. Van köztük megállíthatatlan vadóc, és szentimentális ábrándozó. Számára lefekvés előtt fontos az erejét gyűjtő nap sugarai alatt figyelni, milyen szagmintákat hoz a szél. Hát átmentünk már durvább helyeken is. Igen. Mivel éjszakai életmódot folytat, és nappal csak nagy szerencsével találkozhatunk vele, a felvételek jelentős része éjszakai infravörös felvétel lesz. Kihasználva, hogy az emlősök látása korlátozott a 700-tól 1000 nanométerig terjedő spektrális tartományban. Ennek ellenére, és különösen akkor, ha a kamera aktív megvilágítója 700 nanométer alatt is bocsát ki fényt, ők észreveszik, ha mi már nem is láthatjuk. Máskor pedig a szűrőváltás halk súrlódása, vagy a kamerák emberszaga árul el bennünket. Így időbe telt, míg kikísérleteztük a zavarásmentes megoldást. Ez most azoknak a különleges alkalmaknak az egyike, amikor egyikükkel nappal találkoztunk. Hátának és oldalainak alapszíne világos ezüstös szürke vagy barnás szürke, de az oldalain szalmasárgás árnyalat is megfigyelhető. Téli bundája a hátán és az oldalán hosszabb és dúsabb a nyárinál. Az akár 7 cm hosszú, sörteszerű, hosszabb fedőszőrök alatt puha szőrzet található. A fején fehér alapon két hosszanti fekete csík látható, amelyek a felső ajaknál kezdődnek és a szemeken keresztül a fülekig tartanak. A fülek hegye pedig fehér. A hímek kissé nagyobbak, a nőstények farka bozontosabb és fejük keskenyebb, kevésbé domborodó. Mindez arra utal, hogy valószínűleg inkább a hímek feladata kitolni a járatokból a nem várt betolakodókat. A várat gyakran ostromolják különböző fajok beköltözési szándékkal. Máskor pedig a kölyköket zsákmányolni igyekvő ragadozók ellen kell fellépniük. És vannak, akik egész egyszerűen csak jól érzik magukat a vár felett. Bár néha belülük is sok. Szerencsére őket sem nehéz elijeszteni. Éjszaka a borzvárat sok támadás éri. Nagyon sok állat szeretné elfoglalni. Például ez a nyest. De amit látjuk, nem járt sikerrel. A rókának sincs nagyobb szerencséje, iszkolnia kell. Egyébként ez nem véletlen. A róka koponyájának teteje egy sík felület. Ezzel szemben az evolúció során a borz koponyáján kifejlődött egy él. Ez egy talajszerű él, ami arra szolgál, hogy ha az üregben találkoznak, akkor ők szembe találkoznak, az a rókának fájjon. Tehát a borz, hogyha lehajtja előre a fejét, ezzel a talajjal ki tudja tolni a rókát az üregből. Egyébként ez nem mindig történik meg, mert valamikor elfogadja azt és együtt élnek. Főleg amikor nagyon kiterjedt a járatrendszer és nem zavarják egymást. Ez a kommenzalizmus egyik formája.
A várban gyakran találnak menedéket a ragadozók elől menekülő üreginyulak is. De óvatosnak kell lenniük, mert a borzok is megtámadhatják őket, ezért inkább kisebb, nehezen érhető kamrákba húzódnak. A borzok olyan 10-12 fős klánokban élnek, egy ilyen borzvárrendszerben több generáció tölti el az életét. Angliában állítólag felfedtek olyan rendszert is, ami olyan 800 méter hosszú volt, 50 kamrát számláltak meg benne, és körülbelül 100 bejáratuk is volt szellőző rendszerrel, szóval egész kiterjedt volt, és annyira ragaszkodnak ezekhez az otthonokhoz a borzok, hogyha esetleg valamilyen külső körülmény, ami számukra negatív, és élhetetlenné teszi a környezetet, akkor is nagyon nehezen szakadnak el. Lételemük az ásás, ugyanis erre specializálódtak a mellső lábaik. Általában az ilyen agyagos talajban tudják a legeffektívebben megcsinálni ezeket a borzvárakat. Néha az ásásban is szünetet tartanak, és időt szakítanak egymásra. Leszivárog a méz az agyagban, és ilyen méz göbök, méz rögök keletkeznek. És itt látszanak a karomnyomaik. Ők hozták ki az ásással. Ezt itt találtuk a szélén. Ebben az esetben is találtunk 60-100 méterre egyéb szellőzőket, illetve kijáratokat. A borzvár általában fák tövében helyezkedik el, és az üreghez közel eső fán a borzok gyakran élesítik a karmaikat. A tisztásokkal tarkított lomberdőket és a ligetes réteket kedveli. Erdőn kívül ritkán telepszik meg, de belakhatja a bokros, cserjés területeket is. A borzjáratainak szája vízszintesen ovális, míg a rókái függőlegesen. A nagyobb borzvárakban több borzcsalád is élhet elkülönülve egymástól. Az üregrendszer általában 35-80 méter hosszú. A kamrákat fűvel, levelekkel, mohával bélelik. Nagyon tiszta állatok, almukat rendszeresen cserélik, és sokat tisztálkodnak. Írtóznak a poros helyektől. Ha egy borz beteg vagy legyengül, visszavonul a föld alá, ahol társai gondoskodnak róla. Ha a borzvárban pusztul el, társai lezárják a kamráját, vagy kivonszolják a holttestet és messzebb eltemetik. Nagyon régóta velünk van, őshonos. Mivel üreglakó életmódja miatt a ténylegesnél sokkal korábbi geológiai rétegekben találják meg a maradványait, csak annyit tudhatunk biztosan, hogy a pleisztocénban már itt volt. Az európai borz a menyétvérek családjába tartozik, és nálunk kizárólag az Európában legelterjedtebb alfaj fordul elő. Ő a közönséges borz. Ez az alfaj Észak-Skandinávián és a Földközi-tenger szigetein kívül egész Európában megtalálható. Hat 23 felnőtt egyedből álló családokban él. Ürüléküket közösen használt, territóriumuk határán vagy a borzvár közelében kialakított latrinákba ürítik. Bár a ragadozók rendjének tagja, a borz mindenevő. Növényi és állati eredetű táplálékot egyaránt fogyaszt. A fogazat fosszíliákból látszik, ahogyan a pleisztocénban fokozatosan mindenevővé vált. Zöld növényi részekkel, magvakkal, gyümölcsökkel, tojásokkal, madárfiókákkal, kígyókkal, vakondokkal, sünökkel, csigákkal és rágcsálókkal, ritkában rovarokkal, dögökkel táplálkozik. De kedvencei a földi giliszták. Itt táskáltak. Igen. Földi giliszta után. A felszínhez közeli talajrész hosszanti feltáró gödrei tanúskodnak arról, hogy itt valaki éjjel gilisztákat keresett. A darásfészket egészben falják föl mindenestől. Esznek makkot, bükkmakkot, növényi gumókat és hagymákat is. Olyanok, mintha egy kutya és egy vakond keveredett volna bennük.
Bár kedvenc fogásuk a földi griszta, a vakondot is szívesen fogyasztják. Kertjükben készhez nevelt borzott tartók mesélték, hogy nincs kedvesebb háznál gondozott vadállat. Az egyetlen kínos helyzet abból adódik, hogy utána megy a föld alatt a vakondnak, és az ilyen elszánt vadászat közben nem tiszteli a teleghatárokat. Bár igen kedves állat, a borztartása hatalmas felelősség. Fogságban gyakran megőrül. Nem szabad kis helyen tartani. Föl tudsz mászni? Bár együtt élnek, az élelmüket egyedül keresik magányos sportjáik során. Éjszakánként akár 90 hektár területet is képesek bejárni. Általában a helyszínen eszik meg az eledülüket, ritkán hurcolják be a kotorékba. Bár mi láttunk éjjel süteményt hazaszállító borzot az országút záróvonalán baktatni. Sajnos ilyenkor nagyon figyelmetlenek, nem adaptálódtak a járművek okozta veszélyhez. Vigyázzunk rájuk. Amikor elhagyják a várat, a felszínen megtorpannak. Ilyenkor szagmintát gyűjtenek, mert velünk ellentétben jobban bíznak az orrukban és a hallásukban, mint a szemükben. De van más fontos érzékszervük is. Az orrukon és a szem fölött hosszú tapintószőrök találhatók. Ezek a társas életben épp úgy fontosak, mint a vadászat és az ösvények éjszakai felderítése során. Madarakat vagy baromfit csak nagyon ritkán ejtenek el. Még a baromfüldvörök közelében épített borzvárak esetében sem okoznak gazdasági kárt. Mikor hazaér, szaglászik, jelöl, ellenőrzi, hogy minden rendben van-e, majd aludni tér. A farok alatti mirigyek segítségével jelöli a területét. A territóriumok határát inkább a hímek jelzik. Az éppen csak ivarérett nőstények számára januártól májusig tart a párzási időszak, de nyára és 3 éves kortól még ennél is jobban kitolódhat. A hím jobbára más kolóniából érkezik. A borzok általában monogámak, a hímek jellemzően egész életükben kitartanak egy nőstény mellett. Előfordul azonban, hogy egy nősténynek 2 hím udvarol. A párzás, nos, az sokáig tart. És ebben az időszakban nagyjából minden éjszaka ismétlődik. A megtermékenyített petesejt 2-9 hónapig inaktív marad, és csak télen, decemberben ágyazódik be a méhfalba. A vemhesség 7 hétig tart. A borzkölykök január közepe és március közepe között jönnek világra, az erre a célra kijelölt föld alatti kamrában. És még nagyon sokáig ott is maradnak. Ezért őket most nem tudjuk megmutatni, csak ezen a felvételen, amit kölcsön vettünk, hiszen itt egy mentett borz látható, akit az árvíz elől menekítettek ki. Kora tavasz van, március eleje. Megszülettek a borzok. Jó, még úgyis 2 hónap mire kijönnek, nem? Igen, körülbelül 2 hónap, de azért mi megnézzük, hogy néz ki a borzvár fölülről. Milyen állapotok uralkodnak? 1-5 utódot hoz a világra tavasszal. 4-5 hetes korukban kinyílik a szemük, és kihújnak tejfogaik. Mindenről persze lemaradtunk, mert 8 hetesen merészkednek ki először a külvilágba, és 3-5 hónapos korukig szoknak. Mire felmerészkednek, már elég ügyesek. Bár nem jó lemaradni az anyukájuk mögött. Ügyesek és nagyon játékosak. Néha persze történnek balesetek.
ügyesen keresgélik a földi gésztákat. A tisztogatásukban, etetésükben a család összes tagja részt vesz. A fiatal borzok gyakran a családdal maradnak a borzvárban. A borzkölyökökre a rókák, a sasok és az úhú jelentenek komoly veszélyt. Szeptembertől fokozatosan elkezdenek készülni a téli álomra. Zsírtartalékot halmoznak fel, kitakarítják a borzvárat, a szülőkamrát és az alvószobákat megtöltik alommal. Valódi téli álmot azonban csak kiadós havazás esetén alszanak. Ha komolyabb hó esik, száraz levelekkel és földdel lezárják a bejáratokat, visszavonulnak. Ezért fordult elő, nagyon meglepődtünk, amikor itt megláttuk, hogy eltűntek ezek a nyílások, és ezt az agyaggal kevert földet találtuk a helyükön, egyik napról a másikra, mert nagyon lehűlt az idő. Borznyomok. A kötődékbe vezetnek. Míg az északi országokban novembertől márciusig alszanak, nálunk csak az aktivitásuk csökken. Magyarországon 1974-től védett volt a faj. Napjainkban külön hatósági engedéllyel vadásszák. A fiatal borzok megszelídíthetők. Etetésük egyszerű, mert szinte mindent megesznek, de a kutyákat és a macskákat nem viselik el maguk körül. A borzhúst valaha egész Európában fogyasztották, de mára csak Kelet-Európa egyes vidéki régióiban maradt meg ez a nem túl egészséges szokás. A borzot sarokba szorítani nem veszélytelen. Állkapcsuk elég erős a csontok átharapásához is. Egyszer egy feldőített borz akkor erővel harapott egy ember csuklójába, hogy ezt amputálni kellett. Itt azonban nagyon fontos megemlíteni, hogy ez az egyetlen regisztrált eset egy garázsban sarokba szorított egyed védekezése során fordult elő, amikor le akarták fogni. Az ír mitológiában is találkozunk a fajjal. A monda szerint jelentős szégyent és hitelvesztést okozott a leendő ír királynak, amikor megölt egy borzot, és csak az édesapja közbenjárásával nyerhette vissza a népbizalmát. A német folklórban is kedves, békeszerető, családcentrikus, ugyanakkor erős és védelmező, védekező állatként jelenik meg a rókának, mint ravasz lénynek a tisztességes ellensúlyaként.